Ami a legfontosabb irány, az egészség, és erre szeretném megkérni majd dr. Horváth Tamást, akivel már régóta dolgozunk együtt, ő is egy igazi alga fan, aki nagyon szereti az algát, de sokkal fontosabb, hogy ő természetesen nem az algánál tette le a névjegyét, hanem itt a Szegedi Tudomány Egyetemen egy adjunktus, és emellett nem csak kardiológus, hanem belgyógyász is, tehát két szakterületen tudja ellenőrizni, hogy az algáknak is milyen hatásuk van, és erről fog egy kicsit beszélni nekünk röviden, hogy miért fontos számunkra az egészség. Megkérném a doktor urat akkor. Köszönöm szépen a lehetőséget, a felkérést. Sok szeretettel köszöntöm a jelenlévőket, tisztelt hölgyeim és uraim. Mit tetszene gondolni, kinek a legfontosabb az egészség? Nem fogják elhinni a beteg embernek. Mindenki az, aki igazából tudja, hogy mit is jelent egészségesnek lenni. Az egészséges embereknek fogalmuk nincs róla, hogy milyen nagy kincset őriznek a felsőjükben. Arról fogok most beszélni, hogy valójában hogy milyen út vezet az egészségtől a betegséghez, illetve milyen lehetőségeink vannak arra, hogy valamilyen módon meg tudjuk kiküszöbölni a betegségnek a kialakulását, vagy jó esetben legalább késleltetni tudjuk. Ismert tény, hogy a szív- és érrendszeri megbetegedések világszerte vezető halálokok, és azt is tudjuk, hogy például Európában a Magyarország ugye a sötétebb színskálán helyezkedik el, tehát itt az átlagosnál is még nagyobb a szív- és érrendszeri megbetegedéseknek a kialakulása. Az alapvető kórélettani probléma az illelmeszesedés folyamata, amely több évtizeden keresztül alakul ki, majd végül egy ilyen csúnya, zsírdús, részben elmeszesedett plak alakul ki, amely aztán, ha megreped, akkor akár bevérezve és vérrög fajulva, tehát a plakra áterődő vérrög formájában, akár el is zárhatja a szívet ellátó koszorúját, és ennek az lesz a következménye, hogy a szívizomnak bizonyos területe elhal. Ezért nagyon fontos, hogy ha infarktusnak gyanújelei alakulnak ki, akkor lehetőség szerint minél előbb orvoshoz forduljunk, és ne késlekedjünk ezzel. Az egyik lehetőség már a betegség kialakulásával kapcsolatban, amikor megpróbáljuk kezelni a problémát, tehát ha elzáródik a koszorúér, akkor van lehetőségünk arra, hogy egy speciális szívkatéteres laboratóriumban mechanikusan kinyissuk ezt a teret, természetesen némi gyógyszereket is alkalmazva. Tehát így néz ki, maga valamelyik ütőjel rendszeren keresztül jutunk fel a szívhez, és ezt speciális eszközöket vezetünk be a koszorúér rendszerbe. Így néz ki egy szívkatéteres laboratórium. Az alapvető mechanizmus, hogy bevezetünk egy drótot az érbe, itt van ez a csúnya, egymással szemközt kialakult plak, levezetünk egy speciális balonra applikált stentet, ezt nagyon nagy nyomással fölfújjuk, majd leengedve a balont eltávolítjuk a rendszert, és ott marad ez a kifeszített fémháló, ami gyakorlatilag a plakot befésseli az érfalba. Egy korszünetteni metszeten az látható, hogy itt van az érnek a belső lumene, itt pedig ugye a plak, amely instabil volt és meglepett, és rátevődött egy nagy vérrög, ami részleges vagy teljes elzáródást okozva képes lehet infarktust okozni. Hát néhány fontos ismeret kell ahhoz, hogy tudjuk, hogy egyáltalán primér prevencióban milyen lehetőségeink vannak. Ugyebár csak a legfontosabbakat fogom felsorolni, nagyon fontos rizikofaktor a dohányzás, mindannyian tudjuk. Ez többé-kevésbé elkerülhető lenne, de sokszor csak egy ilyen nagy nikotintapas segít. Természetesen a passzív dohányzás is növeli a rizikót, és azt is tudjuk, ha elhagyjuk a dohányzást, a szív- és érrendszeri eseményeknek a gyakorisága néhány éven belül a felére csökken. Másik nagyon fontos rizikófaktor természetesen a túlsúly. Túlsúlyos emberek is nagyobb rizikónak vannak kitéve szív- és érrendszeri megbetegedés tekintetében. A fizikai aktivitás egy nagyon jó módszere annak, hogy a felesleges súlyainktól megszabaduljunk,
és az is fontos, hogy már kis terhelések is segíthetnek ebben. Legalább heti 4 alkalommal 30 percet kellene aeró módon mozognunk ahhoz, hogy célt érjünk. És ez az állóga annak, hogy jó legyen a közérzetünk, kisebb legyen a súlyunk, a vérnyomásunk, és a szívénk is mindenképpen jobb legyen. A magas vérnyomás a következő fontos rizikófaktor, amit meg kell említeni. Azt tudjuk, hogy 5 kg testsúly csökkenéssel, 15 mm-rel csökkenthetjük a vérnyomásunkat, ebben a fizikai aktivitás is szerepet játszhat. Következő probléma a cukorbetegség, ez is népbetegség sajnálatos módon. A cukorbaj az 2-4-szeresére emeli a szív- és érrendszeri megbetegedéseknek a kialakulását. Tehát van jó néhány olyan rizikófaktor, ami egészen hétköznapi, mindennap találkozunk vele, és hát természetesen igyekezünk el megelőzni a problémákat. Nem mindig sikerül. Ha a házi orvosra hallgatunk, akkor jobban járunk, mint hogyha saját magunkra ilyen esetekben. Ezek alapján a hosszú éves tippel mi fogalhatjuk össze, hogyha nem dohányzunk, és nagyon aláhúzva, ha egészségesen táplálkozunk, rendszeres fizikai aktivitást végzünk, nem alacsonyabb a testsúlyunk, a vérnyomásunk, a vérzsírszintek és a vércukrunk, akkor hosszú életűek lehetünk, és nem csak az a fontos, hogy 100 évig éljünk, az is nagyon fontos, hogy jó legyen az életminőségünk, amíg élünk. Természetesen a beteg ember nem érzi jól magát a bőrében, de azért nem mindig elegendő azt mondani a betegnek, hogy hagyja abba most már az öregedés. Milyen egyéb lehetőségeink vannak arra, hogy megpróbáljunk egészségesek maradni hosszabb távon? És most át fogok térni, nem titok, az algákra, amelyekről azért néhány gondolatot mindenképpen szólnék. Az élet megjelenése kb. 4,6 milliárd évvel ezelőttre tehető a Földön, a DNS pedig 3,5 milliárd évvel ezelőtt jelent meg. Az előember 3 millió évvel ezelőtt, körülbelül 3 millió évvel ezelőtt mutatkozott a Földön, és a mai emberi DNS mindössze 200 000 éves. Ha ezt megnézzük, ezt a sok milliárd éves evolúciós folyamatot, akkor azt is láthatjuk, hogy mi ennek a folyamatnak csak az egészen utolsó fázisában vagyunk jelen. Ráadásul 5000 éve változik a táplálkozásunk, és 100 éve jelentek meg a mesterséges tápanyagok, mesterséges anyagok a táplálékunkban. Természetesen a hosszú evolúció folyamán a szervezetünk nagyon jól tudott alkalmazkodni bizonyos körülményekhez, azonban ha nem elég hosszú ez a periódus, rövid idő alatt nem lesz megfelelő a genetikai adaptáció. Csak néhány gondolat a tápanyagokról. Ugye nagyon fontos energiaforrások a cukrok, építő anyagok, enzimek alapkövei, az aminósavak, az eszenciális zsírsavak elsősorban energiát szolgáltatnak a szervezetben, de nagyon fontos strukturális szerepük is van, például a sejtmembrán felépítésében, és hát a sokféle vitamin, ásványanyagok, illetve nagyon fontos nyomelemek, amelyek részét képezik a tápanyagunknak. A hibás fejlegződések miatt kicsit megváltozik az életünk, például nem reggelizünk, rohanunk, este ugyanakkor már fáradtak vagyunk, akkor végre lecsillapszunk, és úgy érezzük, hogy akkor kell magunkhoz venni az összes kalóriát, ami nagyon nagy hiba. Probléma, hogy sok mesterséges anyag van a táplálékunkban, ráadásul az ilyen gyors étkezdék azok jellemzően nagyon sok tartósító anyagot is tartalmaznak. Nem megfelelő a szénhidrát zsír fehérje arány a táplálékunkban, nem fogyasztunk elég rostot, például műzli formájában, vagy zöldségek formájában. Kapkodva eszünk, keveset mozgunk, és így tovább. A szokványos életmód, ami jellemző a 20. illetve 21. század emberére. Természetesen, ha ezek a faktorok jelen vannak, ráadásul minél több faktor van egyszerre jelen, annál nagyobb az esély, hogy valamilyen betegség ki fog alakulni, és ahogy látjuk itt is, nagyon sokféle kórkép fejlődhet ki ennek kapcsán. Az alapvető egyik mechanizmus az, hogy bizonyos szabad gyökök felszaporodnak a szervezetben. Ezek a szabad gyökök olyan anyagok, amelyek a külső elektronpályájukon szabad elektronokat tartalmaznak. Ezek nagyon reaktív anyagok. Tehát képesek megkötni olyan anyagokat a szervezetben, amelyek ezeknek a sejteknek, illetve szöveteknek a működés zavarához fog vezetni.
Természetesen bizonyos számmal termelődnek szabad gyökök egészséges szervezetben is, azonban hiszen ez a külső kártékony ágensekkel való szembeni védekezésnek is része, azonban ha ezek felszaporodnak, akkor a saját szöveteinket is megtámadják. Az antioxidánsok a kulcsai a szabad gyököknek a megkötésének, ezek közé tartozik jó néhány vitamin, a zsíroldékony A és E vitamin, illetve a legerősebb ezek közül a vitaminok közül a C-vitamin, ami vízoldékony, tehát gyorsan kívül a szervezetből, és természetesen bizonyos nyomelemek, a karotinoidok, amik például a sárgállépában találhatók, vagy a flavonoidok, amik a vörösborban is megvan, ezek is tartalmaznak antioxidánsokat. Tehát összefoglalva, mindenképpen fontos, hogy megpróbáljuk a rizikófaktorokat kiküszöbölni, mozogjunk eleget, és ami nagyon fontos, hogy egészségesen táplálkozunk. Az egészséges táplálkozásnak részét képezik most a mai modern világunkban a bizonyos táplálék kiegészítők, éppen azért, mert olyan kényszerpályákon mozgunk, azzal, hogy nagyon sok konzervszerű anyagot fogyasztunk, amelyet nem nagyon tudunk kiküszöbölni, mert azért egyre kevesebb háztartásban fordul elő, hogy tésztát gyúrnak, vagy olyan módon állítanak elő saját termelési anyagokból táplálékokat, amelyek valóban egészségesek és biztonságosak. Sok mesterséges anyagról, konzerváló anyagról nem is tudjuk, hogy mondjuk 30-40 év távlatában milyen káros hatásaik vannak. A táplálék kiegészítők nem gyógyszerek, csupán segítik a táplálékkal nem megfelelően bevitt anyagoknak a kiegészítését oly módon, hogy ezzel meg tudjunk előzni bizonyos betegségeket, vagy éppen kezelni tudjunk bizonyos kórképeket. Itt néhány terméket mutatnék a palettából, ugye a Kineto, amelyet nagy valószínűség szerint mindannyian megkóstoltak, amely elsősorban sportolóknak, illetve sok testmozgást végzőknek javasolt, sokféle gyógynövényt tartalmaz, illetőleg némi mennyiségben algákat is. A mikroalgákról csak néhány szót még, ami fontos, hogy az algák 3 milliárd éve léteznek, ennek köszönhető, hogy hatalmas evolúció mentek keresztül, és nagyon nagy lehetőségeket aknáztak ki, olyan értelemben, hogy nagyon fejlett enzim, katalizátor rendszerük van, mindenféle vitamin, nyomelemeket, ásványanyagokat tartalmaznak, amelyek fontosak a túléléshez. 5000 évvel ezelőtt az inkák és a maják is használták Közép-Amerikában édesvízi algákat táplálékforrásként, és nagyon fontos adat, hogy a föld oxigén készletének 90%-át az algák termelik. Ugyanakkor a űrhajózásban is nagyon fontos szerepet kapnak az algák, hiszen képzeljék csak el, hogy ha fölmennek űrhajósok több évre vagy több tíz évre az univerzumba, akkor ekkora űrhajót kellene építeni ahhoz, hogy egy akkora mennyiségű táplálékot fölvigyenek, ami ahhoz kell, hogy biztonsággal táplálkozni tudjanak ez idő alatt. A mikroalgák nagyon jó lehetőséget teremtenek, hiszen folyamatosan tenyésztetők akár egy űrhajóban is, hiszen napsugárzásra van szükség, elsősorban vízre. És ami nagyon fontos, hogy tartalmaznak minden olyan tápanyagot, ami kell az emberi élet, vagy bármilyen biológiai életnek a fenntartásához. A spirulina az egyik típusa a Westar által gyártott, illetve tenyésztett algatípusnak. Ez jelentően sok oxigént termel, olyan tehérjét tartalmaz, amely 90%-ban felszívódik, jelentős klorofil tartalma is van, ami sejtregeneráló, illetve immunrendszert erősítő hatású. Tartalmazza a legfontosabb alapvető aminosavakat, zsírsavakat. Van egy fikocianinnak nevezett anyag, ami a daganat kialakulásában gátló funkciót kaphat, illetve a feniletil, ami jól ismert például az étcsokoládéból is, egy szellemi funkciót stimuláns, és ami fontos, hogy a savasodást is gátolja ez az alga, amely például az allergiás megbetegedésekben előnyös. A chlorella vulgaris, ez jelentős klorofil tartalommal rendelkezik, tehát ugyancsak méregtelenítő hatású, de magas a rost tartalma is, ugyanakkor ugyancsak tartalmaz mindenféle tápanyagokat, és ennek megfelelően segíti a sebgyógyulást, javítja az immunrendszer működést, gyulladáscsökkentő hatású, és hát sok egyéb hasznos hatása van.
A litotamnium calcareum, ez döntő tulajdonsága, hogy nagyon nagy mennyiségben tartalmaz a szerves kálciumot, rugosítja a szervezetet, ugyancsak nagyon jó allergiás megbetegedésekben, és hát számos hatása van, ezen kívül magas vérnyomást csökkenti, véralvadási mechanizmusra is, és az izomösszeolvadásra, cukoranyagcserére is hatással van. A Haematococcus pluvialis, ennek a döntő tulajdonsága, hogy asztaxantint tartalmaz, amely a élő szervezetekben előforduló legerősebb antioxidáns, 60-szor erősebb a C-vitaminnál ez a tulajdonsága, és ennek megfelelően természetes gyulladásgátló, immunrendszer erősítő hatású. Fontos még, hogy a véragygáton és a vér retinagáton, ez a szemnek az ideghártyája, ezen is át tud jutni, amire nagyon kevés anyag képes egyébként. Hát ezek után nem fogom felsorolni, hogy mi mindenre jó, és teljesség igények nélkül szerepel itt ez a felsorolásra vonatkozóan, hogy milyen kórképekben, betegségekben segíthet a mikroalgáknak a fogyasztása. A magyarázata annak, hogy ennyi minden betegségben hasznos lehet, az az, hogy a mikroalgák körülbelül 4000 féle vitális anyagot tartalmaznak, amely természetszerűen, hát azt is mondhatjuk, hogy tulajdonképpen nem egy bizonyos anyagról van szó, hanem egy hatalmas nagy anyagkomplexumról, ami az algában, élő szervezetben termelődik és jelen van. Magát ezeknek a termékeknek a fogyasztását, erről már biztos lesz még szó, lehet akár megelőzésre kisebb adagban fogyasztani, vagy betegségkezelésben kicsit nagyobb adagban is. Tehát a kapszulából akár kétszer egy kapszulától háromszor kettő kapszuláig föl lehet menni, és természetesen befolyásolhatja valamennyire a vércukorszintet, vérnyomást, tehát ezt érdemes nézni, de beállított gyógyszereket önhatalmon azért ne változtassuk meg, orvossal érdemes konzultálni. Vannak olyan szituációk, amikor nem hasznos ezeknek a készítményeknek a szedése, például a pazsmiai túlműködésben, van egy kis pazsmi stimuláló hatása ezeknek a készítményeknek, ugyanúgy, mint valamennyi tengeri élőlénynek. Kevés adat van arra, hogy kemoterápiában, vagy szertranszplantáció kapcsán, illetve alvadásgátószerekkel használható-e a szer, ezekben az esetekben nem ajánlják, és természetesen szoptatás és terhesség alatt sem, mint ahogy a legtöbb gyógyszer is így gondoljuk, hogy veszélyes lehet. Szó volt már a kinetó termékről, létezik a úgynevezett kívió, amely viszont elsősorban olyan gyógynövényeket és főben algát tartalmaz, ami a szellemi funkciókat javítja több órán keresztül. És hát egy nagyobb termékpaletta egyik képviselője, ez a 48% fehérjét tartalmazó készítmény, por, ami nagyon jó oldódik, és jelentős fehérje bevitt, egyébként tojás alapanyagból elállított termék. Köszönöm szépen a figyelmet!